Szeretettel köszöntök mindenkit ma este, köszönöm, hogy eljöttetek ilyen nagy számban, és azt szeretném, hogyha egy rövid meditációval kezdenénk a mai zen előadást, és ehhez két egyszerű dologra van szükség. Az első, irányítsd a figyelmedet gyöngéden a köldököt tájékára, a köldök csakrára, a második pedig elmondjuk a tiszta univerzum mantráját, két szótagot, hétszer egymás után közösen, Uniszónóban. Ezzel egy picit egymásra hangolódunk, és jobban fogjátok érteni azt, amit mondok. És én is jobban foglak látni titeket. Oh, Na. No. szépen. Legelőször szeretnék elmondani egy költeményt, melyet Szungszán Zemmester legfontosabb tanító költeményének tartanak. Ez így szól. Az ember útja. Üres kézzel jössz, üres kézzel távozol. Ilyen az ember. Honnan jöttél, mikor megszülettél? Hová mégy, mikor meghalsz? Az élet olyan, mint az égen összeálló felhő. A halál olyan, mint az égen szétoszló felhő. Az égen szálló felhő eredetileg nem létezik. Élet és halál, jövés és menés éppen ilyenek. De van valami, ami mindig tiszta marad. Ez egyszerű és tiszta, nem függ élettől és haláltól. Mégis mi ez, ami egyszerű és tiszta? Ha tapasztalod ennek a pillanatnak a teljességét, a jelenlétedet, a tiszta, tükörszerű tudatodat, akkor meg tudod haladni az életet és a halált, a jót, a rosszat, a jövést és a menést. Ha elveszel a gondolkodás útvesztőiben, az ítéletekben, a múlt, a jelen és a jövő csapdáiban, körbe-körbe forogsz, forgunk életeken át. A zen azt jelenti, hogy van választási lehetőséged. Ehhez viszont minden dualitást, minden választást meg kell haladni. A budhák és pátriárkák egyszerűt és tisztát tanítottak azért, hogy az égő házban lévő érzékszerfesz kötött lények, mi magunk, megszabadulhassunk. De akaratod ellenére ezt senki nem követi el veled. A buddha tanítása a legelejétől fogva világos, felfogható, megérthető és követhető a négy nemes igazsággal kezdte Sákyamuni, amelyik arról szólt, amit mindannyian látunk, hogy a világban van szenvedés. Ez a szenvedés ténye. A születés, a betegség, az öregség és a halál, ezek mind olyan dolgok, amelyek fájdalommal járnak. Hogyan tudjuk ezeket helyükön kezelni? Hogyan tudjuk a születés, öregség, betegség és halál négyes nagy szenvedését, mint emberek átélni? Milyen gondolatokkal, milyen érzelmekkel, milyen beszéddel és milyen cselekedettel? Nem szeretünk elmúlni, de mégis minden és mindenünk mulandó. Mulandó a lélek bármely tartalma, mulandó a test bármely állapota, és mégis van valami, ami ezt látja, amely nem jön, és nem megy, nem keletkezik, és nem múlik el. A szenvedésnek van oka, ez a második nemes igazság. Az ok a ragaszkodásból, a téves nézetekből, a hamis önképekkel való azonosulásból származik. Hogyan vethetjük le ezeket az illúziókat? A harmadik nemes igazság a szenvedés megszüntetéséről szól. A szenvedés megszüntetése az az állapot, amelyet Szunkszenzen mester előbb idézett verse szemléltet. Amit egy pillanatra mindenki átélt akkor, amikor a zenbot ütését hallotta, és megszűnt a gondolkodás állandóan percegő szúja az életfájában. A szenvedés megszüntetése egy olyan tudat, amely a folyamatos meghaladás, megvilágosodottság és egység állapotában van, melyet a taoisták nem cselekvőnek, nem mozdulónak neveztek. A zen, mivel a buddhizmus és a taoizmus találkozásából született, tiszta, tükörszerű tudatként fogalmaz meg. De ennek eredetileg nincs neve és nincs formája. Nincs határozott minősége, keletkezése és megszűnése, nem megfogható, nem megfogalmazható, nem önthető szobrokba, és nem tanulható. Miért? Mert ez az, ami tanul, ez az, ami lát, ez az, ami faragja a szobrot, ez az, ami lát a szemeddel, hall a füleddel, érez a szíveddel, és beszél a száddal. De hogy az orrunk hegyét se látjuk nagyon gyakran, úgy ezt a tiszta, igazi önvalót sem tapasztaljuk eléggé. Pedig a szenvedés megszüntetésének az útja, a negyedik nemes igazság, nem járható anélkül, hogy a harmadikkal ne lennénk tisztában. A vallás, a religió eredeti értelme az volt, hogy egyesítjük azt, amely széthasadt. A sok-sok kettősség után tapasztaljunk valami egységet, ezt az egységet keressük a szerelemben, a költészetben, a megnyugvásban, az intimitásban, mennyire találjuk meg. Annyira találjuk meg, amennyire tiszta a tudat. Annyira találjuk meg, amennyire le tudtunk ásni igazi önvalónk tapasztalatáig. A szenvedés nem más, mint az önvalónk és az önképünk radikális különbözősége. Amennyire különbözik a valóság és az illúzió, annyira szenvedünk és szenvedtetünk. És a személyes szenvedés mindig kisebb, mint az, amit a világra rávetítünk, amit a másiknak okozunk. Miért nem kezdte a buddha a boldogság, a szeretet és a megváltás tanításával? Azért, mert teljesen félreértettük volna. Nem csak Jézus mondta, hogy az új bort új hordókba kell tölteni. Mindenki látja, hogy az előítéletektől, téves nézetektől hemzsegő tudat nem fogja föl a tanítást. A buddha, amikor a megvilágosodást elérte a buddhi falat 34 éves korában, a legegyszerűbb igazsággal kezdte. És ez nem a négy nemes igazság volt. Ez egy mondat volt. Ha meg akarod érteni a világegyetem természetét, akkor fogd fel mint úgy, mint amit egyedül a tudatod teremt. Ez egy lépésben az, amit később a Lotus Sutrában, a négy nemes igazságban lépésről lépésre módszeresen ki kellett fejtenie, mert a tanítványok nem értették. Mit jelent az, hogy a tudatom teremti a világegyetemet? Mit jelent az, hogy a tudatállapotom határoz meg engem, a világélményemet, az emberi kapcsolataimat, ezt egy lépésben nagyon nehéz felfogni. Ezért az enszerzetesek, szútrák tucatjait tanulják meg, és értik meg mélyen az előtt, hogy ez a pont nyilvánvalóvá váljék számára. Csak akkor tudsz visszatérni a gondolkodás elé, hogyha kész vagy a gondolkodás meghaladására. Amíg ragaszkodsz, amíg kényszerből formálsz identitást, és nem szabad döntésből, addig ez a ragaszkodás, ez az azonosulás meg fogja akadályozni azt, hogy a saját énségedet meghalad. És ezért nem lehetünk boldogok, ezért nem szerethetünk és nem szerettetünk, és ezért olyan nehéz az, ami itt van az orrunk előtt, és mégsem tudjuk tapasztalni vagy megragadni vagy megérteni, vagy esetleg felajánlani valaki másnak. A megvilágosodás szanszkritul vidja, látás. Az avidja a nem látás. Nagyon sokszor érezheted úgy, hogy az avidja valamilyen információ hiány, amit nem tudunk. Pedig a valóságban nagyon is sokat tudunk, sőt, sok felesleges gondolatot őrzünk, kapaszkodunk beléjük, várjuk azt, hogy működjenek, de nem működnek. Energiát teszünk beléjük, és nem adják vissza ezt az energiát. És ez a felhalmozott karma réteg, amit gondolatból, érzelemből, jóból, rosszból, múltból, jövőből, jelenből rakunk igazi önvalónk tükrére, és ráégetjük a félelem tüzével, a ragaszkodás tüzével, a kapzsiság tüzével, ez az, ami az avidját okozza, a nem látást okozza. És hogyha merjük ezeket a rétegeket elengedni, lehántani, lehámlani, ahogy a kígyó sem fél a vedléstől, úgy eljuthatunk addig az egyszerűig és tisztáig, amely nem fogható szavakba, nem önthető formába, nem gondolható el, de mégis ettől lesz az élet egyszerű és tiszta. Ettől valósul meg Látszólag magától az, amit szeretnénk. Az en útja tehát nem nehéz, de cselekedni kell. Amikor a buddha a tudat általi teremtettségről beszélt, ezzel azt is elmondta, hogy dolgozni kell, cselekedni kell. Késztermékként sem 2500 éve, sem ma nem kapod azt a tudatállapotot, azt a világélményt, azt a tapasztalatot, azt az intimitást, amit keresel. Meg kell érte dolgozni, néha meg kell érte szenvedni. De ha nem dolgozol érte, munkát akkor is végzel, legalább azért, hogy fönnmaradjunk, hogy túléljünk egész addig, amíg meg nem halunk. Szenvedni akkor is szenvedünk, hogyha külön célt nem tűzünk érte, mert elér minket, ha akarjuk, ha nem. Nem jobb tehát, hogyha valami céllal tesszük ezt? Nem jobb tehát, ha ezt a célt mi választjuk, és nem valakik megmondják a múlt sötét homályából, odon könyvek mélyéről, hogy mi az igazság? Miért ne fedeznénk fel saját magunk? Hiszen tudunk tisztán látni, tisztán hallani, tisztán érezni, tisztán gondolkodni, tisztán beszélni, tisztán cselekedni, és ez. A törekvés elvezet ahhoz, hogy szellemileg autonómá váljunk, hogy spirituálisan függetlenekké váljunk tanoktól, keretektől, dogmáktól, fixa ideáktól, ragaszkodásoktól. Az EN útja tehát ez nem filozófia, nem vallás, nem pszichológia, hanem egy közvetlen realizációs praxis, amelyben tapasztalod, hogy valójában mi vagy és mi ez a világ, mi a másik ember. Ennek a tetején van az, hogy kinek érzed magad, kinek mondja magát a másik, és ez a világ még mit küld feléd. Az úton csak az illúzióidat vesztheted el. Semmi mást. De a változástól és az újdonságtól való félelem nagyon sok ember számára gátatsza bennek, és szívesebben maradunk a saját kényelmi zónánkban, a magunk pici égőházában, ahol úgy érezzük, hogy tudjuk szabályozni a lángmagasságot. Meddig? Amíg be nem omlik a, a födém. Addig. Tehát a kényelmi zónát vagy kényszerből, vagy szabadon választva, de el kell hagynunk. Keleten ezt nevezték az otthon elhagyásának. Így lettek a világiakból szerzetesek amikor a szellemi úton való haladásról beszélek, senkit sem arra sarkalok, hogy fizikailag hagyja el az otthonát. Sőt, tartsd meg az otthonod, mert elég nehéz manapság otthont találni és fenntartani de szellemileg lép ki a kényelmi zónádból, lép ki a már ismert önképből. Tudd hátrahagyni az eddigi világképet, és merj felfedezni, és ennek a felfedezésnek a sebessége belül a saját realizációt sebességével egyenlő. Milyen gyorsan szabadulsz meg a téves nézetektől? Milyen gyorsan éred el az igazságot? A zen nem lassú vagy gyors, hirtelen vagy fokozatos út. Rajtad múlik, hogy ezt hogy éled meg. Vannak, akik úgy gyakorolnak, mint hogyha a pilóta már a repülőn ülve Húsz éven át csak a repülőtéren körözne. És vannak olyanok, akik rögtön kimennek a kifutópályára, és egy mondat után felszállnak. Mit szeretnél? Az lesz. Ez a szellemi felelősségvállalás kezdete. Vége nincs. A bothiszatva út az, hogy a felébredett megszületik, és segít, a többi érzékszervhez kötött lénynek megszabadulni. Ezért egy bóthiszatva sosem lesz munkanélküli. Miért? Mert hogyha megnézzük az emberiség történetét, mindig gyorsabban termeltük újra a szenvedést, mint a megvilágosodást. Mindig több volt a mennyiség, mint a minőség. Tehát, hogyha elhatározzuk, hogy minőség minőségjavuláson szeretnénk keresztül menni, ha ezért magunk is teszünk, ha tevőlegesen aktívan járjuk a megvilágosodás útját, és ezt mások javára használjuk föl, akkor ennek sohasem lesz vége. Csak akkor, ha feladod, abba hagyod, mert kiábrándultál magadból. Szunkszánzen mester egyik legfontosabb egymondatos az volt, hogy csak tedd, angolul just do it. Mit jelent az, hogy csak tenni? Nem tudom, de teszem. van egy kérdése bárkinek a zen gyakorlattal kapcsolatban? Én azt szeretném megkérdezni, hogy hogyan gyakorolhatok egyedül a zent egy, vagy hogyan gyakorolhatom a zent egyedül, egyedül? Nem lehet. Legalább még egy kis pillangó kell hozzá, aki álmodik. Jó. Tehát nem lehet elszigetelve gyakorolni, mert a világ itt van körülöttem hogyha pillangó alakban, akkor úgy, hogyha légy alakban, akkor úgy, hogyha kutya, macska, testvér, nővér, családtag, nagyapa, nagyanya, akkor úgy. Tehát a zent sohasem egy magányos gyakorló mozdulatának kell elképzelni, de egy önálló saját kezdeményezésnek, amikor eldöntöttem, hogy az energiámat befelé fordítom, a kérdéseket Belül teszem föl, és türelmesen kivárom, amíg megszületik a válasz. Nem panaszkodom, nincsenek elvárásaim, nem fordulok ítéletekkel a világ felé, hanem meglátom azt, hogy én, mint ember hogyan működöm. Ezt a működést letisztítom, és mások javára igyekszem felhasználni. Az gyakorlat során a három legfontosabb elem az a tanító, tanítás és tanítványi közösség hármassága. Tehát ha nincs tanító, nincs tanítás és nincs tanítványi közösség, akkor nem tudok az úton haladni. Ez régen még a kolostori műfajok idején is, Kína, Korea, Japán, úgy zajlott, és a mai napig úgy zajlik, hogy egy nagyon komoly, közös alapképzésen vesznek részt a szerzetesek. Négy-öt év, alsó hangon. Azért, hogy azt a fajta port, vagy szennyeződést kipucolják magukból, amitől a tan alapjait sem értenék. És ezek után fordulhat elő, hogy a tanítóval való beszélgetés és egyeztetés után rövidebb-hosszabb egyéni elvonulásokat hajtanak végre a gyakorlók. Addig nem. A tanítványi közösség úgy működik, mint amikor egy hatalmas vajlingba beleöntünk egy félzsák krumplit, ráöntünk sok-sok vizet, és egy rúddal elkezdjük kavargatni. Ez a rúda közös gyakorlat, a víz a darma, a krumplin lévő sár a karma, és egymást tisztítjuk. Ilyen módon. Ahogy ezek a tanok kikerültek a kolostor falai mögül 50-60 éve, 30 éve, 100 éve, ahogy ez nyugatra jött, egyszerűen a polcról levehető könyvé vált, abstrahálódott, elvont lett, személyfüggetlen lett, és így választható lett. Bármelyik könyvet levetem a polcról, bármelyik tanítást elolvashatom. Fura módon, amit vastag falak mögött őriztek évszázadokig keleten, az a 20. században így nyugatra jött, és most már az internetről letölthető. De vigyázzunk ezzel, ugyanis ha csak a magunk szakállára próbálkozunk, akkor nagyon sokszor a saját egoitásunk, a saját véleményeink, a saját nézeteink erősödnek föl, és a darma energiájával megcélozzuk az önbeteljesítő jóslat falát, és felkenjük magunkat rá. Na ez nem jó. Tehát egyéni gyakorlat van az enben, de a három legértékesebb az az alap. És az alapképzés ahhoz kell, hogy a Vastag, szarvasibákat megelőzzük. Ezért van szükség a tanítóval, tanítással és tanítványi közösséggel való kapcsolatra. És ekkor a nagy kérdés, hogy mi ez, mi ez, ami bennem láthal, szagol, tapint és a többi, párosulhat helyes tapasztalással, és ebből a tapasztalatból lesz a hit. A nagy hit. És hogyha a hitet meg tudom tartani újabb tapasztalásonkon keresztül, abból lesz a nagy bátorság vagy kitartás. Tehát az engyakorlat újabb három alapeleme a nagy kérdés, nagy hit és nagy bátorság. De ha ez nincs meg, akkor a nagy kérdés helyett hatalmas vélemények vannak, a nagy hit helyett önhittség és téves nézetek vannak, már darmával erősítve, és a nagy kitartás és nagy bátorság helyett hatalmas hullámvasutazás és falnak menés van. Úgyhogy ezért minden felelős spirituális tanító nem csak a zenben, hanem más műfajban is előre pontosan elmondja, hogy mi az, ami alap, ami nélkül nem megy korrekt módon, és mi az, ami választható. És ez nem dogmatika, ez tapasztalaton alapuló jó tanács. Ha valaki szeretne sufni tuningolni, lehet, csak lehet, hogy a műszaki vizsgán megbukik. Jó? Tehát ezért kell nyitott szívvel, egy elővételezett bizalommal fordulni a három legértékesebb felé, és akkor a tapasztalat meggyőzi a tanítványt, hogy tud-e a tanítóval együtt dolgozni, fel tud-e nőni a tanításhoz, és be tud-e illeszkedni a tanítványi közösségbe. És ekkor tud haladni az úton, de itt és most el kell mondanom, hogy Laoce a nagytaóista tanító egy alapigasságát ide kell most idéznem, mégpedig azt, hogy a jó orvosság keserű, a helyes út úgy tűnik visszafelé vezet. Egyéb kérdés? Köszönöm szépen. Először is szeretettel köszöntelek Miskolcon. És a kérdésem az, hogy úgy érzem, hogy minél jobban vágyom az egyszerűre és a tisztára, annál bonyolultabb és nehezebb az élet. Mit, mit tegyek, vagy hol hibázok? Ja, nem hogy üljél föl egy szekérre. És meg kell nézni a kocsist. Ha okos a kocsis, akkor ö, nem üti a lovat, hanem a végén belógat egy csomó répát elé, és mivel a ló vágyik a répára, vágyik az egyszerűségre, vágyik a megvilágosodásra, elkezdi követni. Ekkor megmozdul a szekér, rajta a kocsis, rajta az ostor, és rajta a répa. És még ez sem örök mozgó, de nagyon hasonlít rá, egész addig, amíg a ló rá nem jön, hogy így soha nem fogja elérni a répát. Nem a haladással van a baj, hanem azzal, hogy a kettősséget nem számolod föl magad és a vágy tárgya között. Miért? Mert vágysz rá. Ne vágy rá, vágy azzá. Tehát vesd el a vágyat, vesd el a keresést. Állj meg! és amikor a kettősségeket felszámoltad, akkor megvan. Ezért mondtam azt, hogy az út úgy tűnik visszafelé vezet, mert nem engeded magad lóként, mérföldek százain át, az előtted állandóan himbálózó répa csomagot ugye, követni. Egyszer csak megállsz, hátranéz, és lerugod a kocsist a bakról. Azt az egoitást, amelyek állandóan vágyik valamire, és ezáltal egyre távolabb helyezi a jövőben. És egyre jobban belefeledkezik ebbe az örökmozgónak látszó sziszüfoszi valóságba. Sziszifusz ez egy nagyon-nagyon stabil figura az ember arhetipusai között. A hiába valóság megörökítése, felmutatása, áldozatként való beállítása, hogy semmi más nem tesz, mint az irracionális ciklusban rögzíti magát, hogy én ez vagyok, én ez a ciklus vagyok. Az, aki fölhengeríti a sziklát, és hagyom, hogy visszaessen. Vérzek, fáradt vagyok, de erőt nyerek, és megint fölviszem a sziklát, majdnem a hegy tetejére, de nem merem elérni, mert akkor leállna a görgetés, megszűnne a létem oka és a munkám magyarázata, mert beteljesült. Úgyhogy hagyjunk fel a sziszüfoszi mitossal, hagyjunk fel a hiába valóságokkal, mely által definiáljuk önmagunkat, ezért szüntesd meg a vágyat. És hogyha megszüntetted a vágyat, akkor paradox módon hamarabb eléred a vágy tárgyát. A kínaiak ezt úgy mondták, hogyan találhatnál meg egy olyan ökröt, aminek már a hátán ősz? Egyéb kérdés. Én is meg szeretném köszönni, hogy személyesen eljöttél, mégiscsak más, mint a YouTube-ban. Nagyon sok kérdést felvetőd bennem, mikor tudtam, hogy, mikor meghallottam, hogy idejössz, de nem tudtam, hogy melyiket tegyem fel, ez most pontán, ami eszembe jut, azzal hogy ha nem biztos, hogy pontosan idézlek, ha meg akarod érteni a világ működését, természetét, akkor nézd úgy, mint a, amit a tudat teremt. Nagyjából. Ha szétnézek a világban, anyagi, fizikai szinten, ettől sokkal szebb, jobb világot is el tudnék képzelni, és azt gondolom, hogy ha beszélgetek emberekkel, mindenki tudja és vágyik is a jobb szebb világra, és meg is tudja fogalmazni, hogy mit jelent neki a jobb szebb világ, egy éhénység, háború, bűnözés, hagyna sor olyan mentes és szép, nyugodt, békés világ, és a világ mégsem ilyen. Ha a tudat teremti, akkor ez azt jelenti, hogy a világ, én ilyen tudatszinten vagyok. Mi lenne, ha a világ mi mondatot használnád? a világ, mi, ilyen tudatszinten vagyunk, és Igen. ilyen. És ezért ilyen. Tehát ha azt mondod, hogy az éneddel azonos ez a tudat, akkor még nagyon sok munka van. Ezért mondta az összes nagymahaján a tanítói és hogy a buddha természet az egyetlen közös dolog mindenkiben. Ez az eredeti tudat az, amely bennünk tényleg a lényegi szinten ugyanaz. De más az arcunk, más a testünk, más a beszédünk, Más a hangmagasságunk, más az új lenyomatunk, és mások a cselekedeteink, a gondolataink, az érzelmeink, és a többi. Ezeknek mind-mind ok- és okozat körforgása van, szanszkitú karma. A karma az nem végzet vagy sors. Ha nem látod át, akkor végzet, ha átlátod, akkor kezdet. Mert tudsz vele kezdeni valamit. Tehát mi teremtjük ezt a világot, jelenleg ezen a földön ezt az emberi síkot 7 milliárd plusz ember teremti. És ennek a summáját látod közös emberi karmaként. Egy országhatáron belül nagy részt az itt lakók teremtik ezt a karmát. Egy civilizáción belül nagy részt a hasonló kultúrához, éghajlati öfhöz, népességhez, egyébhez tartozók teremtik ezt a csoport karmát. Mindenki először, hogy én, Na de most, akkor én teremtem én személyesen ezt az egészet? Hát nem, közösen teremtjük egymásnak. És ekkora tudat minősége, a résztvevő tudatok minősége egyenként adja az átlagot. És hogyha körülnézünk, ez az átlag az emberiség esetében ezen a Földön nem áll jól. Nem jól teljesít az emberiség. Egy kicsikét javítani kéne a tudatminőségen, de ezt, és itt térek vissza a kérdésedhez, csak magadon kezdheted. Csak magunkon kezdhetjük ezt, és senki máson. Tehát, ha tiszta a tudat, akkor meglátod az irányvételedet, hogy pontosan az életed merre megy, és merre akarod vinni, és előbb-utóbb közös nevezőre hozod a kettőt. Ekkor természetes módon mindenféle mesterséges, Keret nélkül a beszéded, a cselekedeted, a gondolataid és az érzelmeid egy irányba kezdenek menni. Nem leszel tökéletes, nem leszel szent, csak egy integrált személyiség. Egy megbízható ember, egy tiszta tudatú lény. Az bőven elég. Ez is nagy munka. És ekkor már javítottál a világon, mert javítottál magadon és akkor a tudatnak rádeső része az, akit te, hogy hívnak? László. Akit Lászlónak hívsz a névtáblán, az igazolványban, a jogosítványban, az a tudatmorzsa már jobban teljesít. Ezen múlik minden. Ugyanis ez inspirálja azokat, akik karmikus összeköttetésben vannak veled. Például a család. De figyelmeztetek mindenkit, hogy a család a legnehezebben tanítható egység. És ezért úgy kell tenni, mintha folyamatosan tanulnánk a családtól, azért, hogy egyszer, csak egyszer visszatanulják tőlünk azt, amit mértéknek tartunk. Hát ezért a zen óv mindenkit attól, hogy osszuk az észt. Ne az észt osszuk a szívet nyissuk ki. Ne a dualisztikus gondolkodást szórjuk, érjük el a meghaladó bölcsességet. Tartózkodjunk az érzelmi alapú és egyéb ítéletektől, és akkor együttérzők is tudunk lenni. És ezen a tanításon alapszik az, hogy helyzetfelismerés, kapcsolatteremtés és cselekvés hármasságából áll a lényeg kinyilvánítása. Na, ekkor bejön az, hogy valójában ki és mi teremti a világot. És hogy mennyire dinamikus ez a dolog, Mennyire kellene látni a szabadságot és a felelősségünket egyszerre, és akkor szellemileg felnőnénk. Ilyenkor szokták megkérdezni, hogy akkor a világon mindenki legyen zengyakorló? Ne! Az Isten szerelmére ne! Pedig elképesztően jól néz neki, de mégse. Azért, mert ez nem az ő választásuk lenne. Tehát a legelső és legfontosabb dolog ahhoz, hogy a 7 milliárdnyi, karmát egy picikét fejlesszük, nemesítsük, hogy minden ország, minden kultúrájában legyen egy magas szintű oktatási rendszer. Ha ez nincs, az alapokat nem tanuljuk meg. Tehát teljesen mindegy, hogy utána mit választ szellemiségként, vallásként, spiritualitásként, de ha az alapműveltség nincs meg, akkor enne elképesztő alacsony szinten marad a tudat, hogy csak a túlélésért fog küzdeni, és azt is elképesztő primitív eszközökkel. Tehát a legnagyobb fegyver a tudás, és a legnagyobb nyugalom a tudás meghaladása. De ha nincs tudás, nincs mit meghaladni. Az első és legfontosabb dolog, ismerjük meg materiális és pszichikai szinten az okozatiságot a lehető legmélyebben, legtisztábban, ezt hívjuk nevelésnek, oktatásnak, 8 osztály, 12 osztály, 3 szint, 5 szint, teljesen mindegy, ami belefér. Nem ezt látjuk. Sem itt, sem a közelünkben, sem máshol. És amennyire elsötétíted az elmét, annyiban növeled a szenvedést. A téves nézetet, amelyből a harag és a kapzsiság származik. Miért? Mert megtehettem azt, hogy behunyom a szememet, szándékos vakság állapotában vagyok, és visszautasítom az ok és okozat meglátását. Például azt, hogy a beszédem, a cselekedetem mit hoz létre a másik emberben. Ha nem jutott el oda az alapnevelés és oktatás, hogy ezt kommunikálja és megtanítsa, akkor az elszigeteltség óriási egoitásokat engedélyez. Egyéb kérdés? Én is örülök, hogy megismertelek. István vagyok. Szia. Az előző szavaithoz kapcsolódóan kérdezném, hogy ha a szülőktől tanul az ember folyamatosan, egy ideig nyilván, amikor már él egy bizonyos kort, és még mindig nem tud visszafelé tanítani, vagy nem fogadják el a szülők, de onnan visszafelé már csak rosszat hall az ember, és mondjuk bele szeretne fogni egy olyan dologba, amitől fél. Ezt hogy lehet levetkőzni, hogy hogy lehet nyugodtan úgy belefogni valamibe, hogy az ember mondjuk lássa az utat, igen, ez jó lesz, ezt szeretném mondjuk csinálni, és bátran belefogok, mert mondjuk nem tudom, hogy mi lesz a vége, de szeretnék valamit elérni. Legelső az, hogy a félelemtől szabadulj meg. Addig a szülőktől való függetlenedés sem lehetséges. Tehát amíg a tudatban akadály van, addig félelem is van. Megszűnik az akadály, megszűnik a félelem is. Az akadály mindig valami hamis azonosulás vagy hamis dualitás, ami valójában nem úgy van, de én úgy gondoltam, úgy éreztem, azt rögzítettem, ahhoz ragaszkodom, azzal azonosulok. Na most, amíg ez az akadály fönnáll, addig fönnáll a félelem is. Ha ez az akadály megszűnt, akkor látom az ok és okozatot tisztán. Tehát nem félni kell a szembejövő autótól. Nagyon pontosan kell látni, hogy belefér -e a kamion megelőzése baleset veszély nélkül, vagy sem és dönteni. Nem félni kell. És pont ezért vakmerőnek sem szabad lenni. A szülőket visszatanítani nem lehet. Fogjuk fel. Igen, ezt tapasztaltam. Ha ők valamit észrevesznek abból, amit csinálsz, elfogadják, megszeretik, fantasztikus. De ezen túl nem tudsz menni. Önállósodni kell, a szülőknek megadni azt, amire szükségük van tisztelettel és szeretettel, de nem függeni tőlük. Ez nagyon fontos és ekkor tudod azt az utat járni, amiért leszülettél, amiért fölnőttél, amiben hiszel, és amit akarsz. Ekkor vagy önmagad. Ehhez gyakorolni kell. Nem csak neked, mindenkinek. Mert amíg ezek a téves nézetek bennünk vannak, addig a tudat tükre nem tisztul ki. Nem látunk tisztán, nem érzünk tisztán, nem viszonyulunk tisztán, és akkor a régi karmának a horga belénk akad. És ez az a horog, amely rabságban tart minket. Csak valahol a tudatunk mélyén, az arhetipusaink sötét zárt termében mi tartjuk azt a horgászbotot, aminek a végén ott van a horog. A szekeres hasonlathoz hasonló módon. Csak az nem az elérhetetlen répaj. Már az Te, örökre. Hát, tehát én, én magam horog. tartom csapdában. Pont, igen. Magam. És, a, és a félelem a kulcs szó a félelemnek az externalizálódása az, hogy nem tudsz a szüleitől függetlenül válni. Ezért kell a félelmet először, és utána a kapcsolat hiddel látszólag magától így el fog pattanni, és megoldódik. Jó? Köszönöm. Egyéb kérdés? Én elhatározásokkal szoktam indítani a napot, hogy, hogy amennyire csak tudok, türelmes, szeretetteljes, együttérző leszek, és akkor, ahogy telnek az órák, vagy sok percek, úgy fennakadok valamiben, magamban, vagy másban, és akkor lefut egy automatizmus már ezre egyére, tízezre egyére, és ez úgy nagyon unom már. És, és, tudom, hogy szabadság és felelősség teljes megtartásával, és, és arra is emlékszem, hogy mondtad, hogy hogy, hogy, ebből az egészből, hogy kilépjek, a nem azonosulás az, az, nagyon fontos lenne. És ezt nem, nem értem. Mit csinálok, amikor nem azonosulok? Amikor nem azonosulsz, akkor a tükörben nézel és tisztán látsz. Nagyon javaslom, hogy amikor ez a dilemma újból fölmerül, mert fölfog, akkor vándorolj be a fürdőszobába, és nézd meg a tükröt. Ha az a tükör torzítatlan, akkor pontosan úgy láttatja az arcodat, ahogy az van. Azonosul a tükör az arcoddal? Nem. Honnan tudod, hogy amikor elmész a tükör elől, nem maradott a tükörben az arcod? Most képzeld el, ha ez meg lenne. Az nagyon félelmetes lenne, mert akkor a tükörnek önálló véleménye lenne a valóságról. Hogy én Máriát annyira szeretem, hogy csak azt akarom látni magamban. És te már rég kimentél a fürdőszobából, de a tükör még mindig mutatja az arcodat. Mert beleégett. És képzeld ezt el. De ugyanígy égnek bele a saját véleményeink, a saját tudatunk tükrébe, az első benyomások, az ítéletek, a dualitások, és amikor ránézel egy emberre, csak a saját szűrőiden keresztül tudod látni. Na, ezek az automatizmusok. Én nagyon-nagyon szeretném, hogyha megsporolnád magadnak azt az erőfeszítést, hogy te reggel eldöntsed, hogy az a nap milyen legyen. Tartsd meg a tiszta tudatot, a tiszta tükröt, töröljük le a rúzsnyomokat is, meg a különböző sprényomokat is a tükörről, és ekkor az egyszerű és tiszta tudat pontosan ismeri fel a helyzetet, pontosan teremt kapcsolatot, és pontosan cselekszik. Ha rá kell ordítani szeretetből valakire, hogy ne menjen át az úton, és ne üsse el a teherautó, akkor rá kell ordítani, kész. Kedves voltam? Nem. Megmentettem az életét? Igen. Ha eldöntöm, hogy én ilyen és ilyen szeretnék lenni, bezárom magamat egy csomagba, és akkor a rutinok elkezdenek futni. A valóság pont ezt a falat fogja áttörni, és állandó kihívás elé állít. Tessék az identitás kényszere vissza gondolni. Valakinek akarom tudni magam. Valamilyen ember akarok lenni. Ez mind rendben van. De a világ nem hagyja. A család se hagyja. A barátok és ellenségek nem hagyják. Akkor milyen legyek? Olyan legyek, ami ennek épp lennem kell. És ez az, amitől valakivé válok. Tartsam azt az irányt, azt az értékrendet, amit emberinek, saját magamnak gondolok, de ne határozzam meg azokat a tulajdonságokat előre, amelyekkel én szeretnék élni. Néha ahhoz, hogy egy értékrendet végigvigy, például a megvilágosodott tudatot érd el és addát, ehhez teljesen váratlan helyzeteket kell megoldani, váratlan impulzusokat kell viszonozni, és néha olyanná is kell válni, amivel nem szeretnél. De aztán azt is feloldod. Miért? Mert a tapasztalat az egyetlen hihető dolog. Tehát mer tapasztalni, és ne bújjunk el az ideál képek gátjai mögé. De olyat ne tégy, amit nem szeretnél. Ott és akkor ismert, fel, hogy ezt nem akarom, mert ettől olyanná válnék, ami nem szeretnék lenni. De ne döntsd el előre. Ha előre eldöntöd, akkor nagyon sok utómunka is van vele. Ha a pillanat tiszta, minden tiszta. Ha a pillanat nem tiszta, semmi sem tiszta. Jó? Egy kérdés? Volt itt szó a félelem ö, megszüntetéséről. Az érdekelne, hogy gyakorlati szinten, vagy az önvizsgálat szintjén, a, ö, hogy lehet föltérképezni magunkban, hogy mi a félelemnek a magja, az igazi magja, és hogy lehet ezt föloldani, vagy megszüntetni. Azt érzem, hogy külön térkép nem is nagyon kéne hozzá, mert amitől izzadsz és rettegsz, az a félelem amitől szorongsz, amitől itt a napfonatodban ilyen tízezer gombostűt beleszúrnak, az a félelem. Amitől kételkedsz, határozatlan vagy, nem mersz megnyilvánulni, az a félelem. Amilyen gombóc a torkodban, izzó halánték, és hebe hevesen kalapáló szív, az a félelem. Tehát ő megmutatja magát. Na most, amikor a meghaladó bölcsesség szíves szútrát olvasod, Szanszkritul Mahaprajna mint a Sutra, amit mi naponta recitálunk háromszor az EN templomban, ázsiai mintát is követve ezzel, abban nagyon kevés pszichológia van. Az előző tanítást azt ebből idéztem. Hogy az akadálytól mentes tudatban nincsen félelem. Tehát, ha ezt visszafordítod, ha van félelem, van akadály. És ekkor, ha elég erős vagy hozzá, akkor feltehetsz egy olyan kérdést, hogy mi ez, honnan jön. Csak ennyit. Nincs elemző tudatosság, nincs racionális gépezet, nincsen különböző érzelmi vattacsomag, amivel gyógyítgatnám magam rögtön. Ezt a vérzést kéne elállítani, és majd utána kötözünk, jó? Különben ledobja a kötést is a vérsugár. Tehát mi ez, honnan jön? Láss rá a gyökerére. És az előbb említett látás az, amely mindenkiben megvan, csak nem hisszük el, és túl gondoljuk, sőt szétgondolkodjuk, rárakunk különböző rétegeket érzelmekből, vágyakból, elutasításból, egyébbe. Ezeket hívjuk önvédelmi mechanizmusoknak. És amikor ezzel fölhagyunk, akkor látjuk a félelmünk valódi okát. Ez általában rendkívül egyszerű, csak addig ott volt hátul a sötétben. Most pedig előre jön a fénybe és a látás által megszabadulsz. Tehát onnantól, hogy én ezt rendesen meg tudom magamnak fogalmazni, és meglátom különböző Nem oldaloktól. biztos, hogy meg tudod fogalmazni. Nagyon fontos megkülönböztetés, mm -hmm. de meg tudod látni. Onnantól, hogy látom, onnantól már ö, fel is tudom oldani. Onnantól, hogy megláttad, csak láss tovább, és feloldódik magától. Miért? Mert önmagától nem létezik. A látás, ez a tükörszerű látás, az azonosulás hiánya, az energiát is kivonja abból a tudati jelenségből. De ha elkezdesz gondolkodni róla, ha elkezdesz pozitív, negatív érzelmekkel fordulni felé, akkor állandóan energiával táplálod azt a tudati jelenséget. És amíg ez fönnáll, addig az kapja a létéhez szükséges kilovattokat. Minél többet gondolkodsz a félelemről, annál jobban félsz. Tehát lásd, úgy, ahogy van, ne menekülj, ne harcolj, ne elemez, ne gyöngíts. Lásd úgy, ahogy van, és a látás által megszabadulsz. Megszűnik az azonosulás, megszűnik az energiakapcsolat, és egyszerűen ellobban. Ez is a szívszutra része. Mivel rettenthetetlen, ezért meghaladva minden illúziót az ellobbanást eléri. Köszönöm. Egyéb miért van az, hogy másnak a cselekedete tette miatt én érzem rosszul magam, én érzek szenvedést, emiatt mit lehet ezzel kezdeni? És hogy miért van az, hogy utólag már eszembe jut, hogy reagálhattam volna úgy is, hogy hát figyelj már, tudod, hogy mit csinálsz, hogyha tudnád, hogy mit csinálsz, akkor nem csinálnál úgy. De abban a pillanatban mégsem ez ugrik be, hanem bevonódik az ember a dologba, hogy hatással van Ez rá. azért van így, mert emberek vagyunk. Gyárilag. Ez ebből következik. És hogy mit tudsz ezzel kezdeni, az nagyon fontos. Lásd meg, hogy valójában mi történik kettőtök között, és neked ebben milyen részed van. Tehát akkor, ha te már belekerültél abba a helyzetbe, hogy egy szenvedést okozó személlyel kapcsolatba kerülsz, az biztos, hogy valami közös karmátok van hogy ennyire közel vagytok térben és időben, hogy kapcsolatba kerültetek. Nincs olyan, hogy rossz helyen, rossz időben voltam. Nincs ilyen. Nézd meg, hogy te mit tettél azért, hogy ilyen helyzetbe kerültél, hogy ilyen embert vonzottál magadhoz, vagy engedtél a másik vonzásának, és azt számolt föl belül. A Dammapada buddha tanításainak a kivonatos, gyönyörű tömör gyűjteménye ezt mondja, ha létezik ez, létezik az is. Ha ez megszűnik, az is megszűnik. Tehát a te oldaladat old meg, és megváltozik a világ. Megváltozik a kapcsolat. Megváltozik az, hogy a másik ember fordul feléd. Egyébként, Még az elején szó volt arról, hogy szeretne mindenki gyakorolni vagy fejlődni, és hogy egyedül lehetőleg ne annyira tegye, mert inkább az egóját növeli vele. De azért szerintem mindenki, aki itt van a teremben, valamilyen szinten fejlődni szeretne, viszont mestert nem tudunk minden szögről leakasztani. Tehézis akkor is az te. Szögön nem, szögön nem nagyon tartózkodnak. Igen, szóval akkor mégis mit csináljunk? Hát keressünk addig, amíg nem találunk egyet. És hogyha sikerül kapcsolatot teremteni, így tanító-tanítványi viszonyt illetően, akkor el lehet kezdeni a gyakorlatot, mint például holnap egy meditációs tanítás keretében. És ekkor elindulunk az úton, aztán meg a többi adja magát. Én se tudtam 1990. szeptemberében, hogy mi történik azután, hogy Budapesten a Szabadsághegyen egy kb. hétfős szangába fölmentem. De nagyon jól esett az a két mantra, illetve szútra, amit holnap is fogunk recitálni. Nagyon jó volt velük együtt ülni, beszélgetni, teázni. És az akkori elképesztő életválságomra maga ez a jelenlét, ez a cselekvés, ez a kölcsönhatás már gyógyír volt, már útmutatás volt, amit nem tudtam előtte. Nem is tudtam, hogy utána, hogy lesz. De hirtelen mindez nem. Égetett annyira. Volt egy talpalatnyi föld, ahol tisztán jelenlétet lehetett tapasztalni, tiszta tükröt lehetett tapasztalni. És akkor elkezd a múlt, a jelen és a jövő, a van és a nincs, a kell, de mégse, nem kell, de mégis, ezek elkezdenek elhullani, elporladni, és valami más lesz helyette. Úgyhogy bíz abban, hogy ha te gyakorolni szeretnél, akkor megtalálod a tanítót, a tanítást és a tanítványi közösséget. Ez nem egy megvalósíthatósági tanulmány függvénye. Ez rajtad, múlik. Szíves. Egyéb kérdés? Az előbb az jutott eszembe, hogy amikor valaki föltesz egy kérdést, van olyan érzésem, hogy amikor válaszolsz, akkor így átmegy rajta majd valami megértés szerű, hogy elége az a megértés, ami... Tehát nem tudom, valahogy Nem, így... ez csak Igen. a kezdet. Hát okay. Meglátjuk az elektromosságot, és egy kis fotont érzünk az arcbőrünkön, az nem jelenti hogy beléptünk az elektromos erőműbe. E kell oda jutni. Sőt, hordani kell a tüzelőanyagot is. Tehát a puszta befogadóból, ami néha lehet jó érzés, de nem mindig az, hidd el nekem, néha mint akit áramütésért, hogy ezt nem akartam hallani, de mégis, sikerült. Ilyen is van. Tehát meg kell nézni, hogy ez valójában hogy működik, honnan jön ez, és felnőni a feladathoz, hogy teremtsd meg. Hogy a fényt lásd, hogy az elektromos erőműből onnan jön, hatalmas vezetékeken keresztül. És a közös gyakorlat azt jelenti, hogy közösen lapátoljuk a kazánba a megújuló üzemanyagot. Jó? Igen. E, nagyon kezdőnek számítok zentéren is, és meditáció terén is. <laughs> és e, próbálok rendszeresen meditálni. E, folyamatosan elkalandoznak a gondolataim. Igen. <laughs> Hogyan tudnék jobban koncentrálni? Jó gondolatpásztorok. Ne kalandozzanak el annyira. De először a gondolatoknak kell a nyugalom mezeje. Ez azt jelenti, hogy ne ijedjünk meg a saját gondolatunk, gondolataink különböző hullámvasutazásától, kalandozásától, hanem engedjük neki azt a teret, a belső tudati teret megnyílni, hogy nyugodtan kalandozzanak, de a pásztor nem rohan utánuk. Tehát te látod a gondolatokat, látod, hogy jönnek és mennek, és az eredeti tudat nem mozdul. A karmád az nyugodtan jöhet, és mert az a dolga, de a pásztor az nem rohan. Nincs kétségben. Nem akarja a gondolatokat így elkapni, vagy másokat távol tartani. És ha ez így van, akkor szépen megnyugszik a nyáj, az összes birka megtalálja a saját kis legelőhelyét, alvóhelyét, egyéb helyét, és akkor az élet elkezd rendbe jönni. Csak erre van szükség. Aztán a többit adja a kohan interjú amikor megnézzük, hogy mennyire stabil ez az állapot, mennyire fejleszthető, mennyire erősíthető meg. Jó? Egyéb kérdés? tudat és a tudatalatti tartalma közt mi a különbség? Tehát mi van az egyikben és mi a másikban? Mikor volt az, hogy váratlanul olyat mondtál, amire nem is gondoltál? Na akkor tudattalan tartalom manifestálódott. Mikor volt az, hogy előre elgondoltad és el tudtad mondani? Sokszor. De nem mindig. Amikor előre elgondolod és el is mondod, nálam az ritka, de az a tudatos beszéd. Általában nálam nem működik jó, hogy előre elgondolom, mert akkor már el is mondtam. És a kettőnek a tartalma az, az, miből, tehát az mitől különbözik? Honnan van az egyik és honnan a másik? Hát pont a megkülönböztetésünk miatt különbözik, hogy megkülönböztetjük a tudatost és a tudattalant pedig a tudatos személyiségünk a teljes lényünknek kb. az 5, max. 10 a A tudattalan az összes többi. Az összes olyan archetípusunkat, vagy identitás rétegünket, amit nem látunk, nem vezérlünk tudatosan, a tudattalanban tárolunk. És ez rendben is van. Tehát amikor az ember megszületik, egy óriási vonal van, egy hatalmas nagy vágás, hogy ne emlékezz a korábbi tapasztalatokra. Persze szeretünk visszautazgatni oda különböző járműveken, de a zen nem a regressziót tanítja. És a jövőbe való progressziót sem. Tehát nem a múltban, vagy a jövőben, vagy egy hipotetikus jelenben van a megoldás. Abban a tudatban van a megoldás, amely látja, hogy a múltat, a jelent és a jövőt hogyan teremtjük, hogyan tartjuk meg, és hogyan bontjuk le, ha kell. Úgyhogy semmi baj a tudatossal és a tudattalannal, hogy azok elkülönülnek. Most képzeld el, hogy az előző életeid összes rád rádugrik és megharap. Nem maradna sok belőlünk. Ezt azért mondom ilyen gyöngéden, mert akik elfelejtettek visszajönni bizonyos regressziós utazásokról, azok kevert identitással vagy zavart személyiséggel léteznek. Mert nem tudták a múltat maguk mögött hagyni, mivel visszautaztak oda, és elkezdtek a múzeumi tárgyakkal azonosulni. És akkor úgy megy haza, hogy van egy csomó egyéb identitás rétege is, holott az már rég a tudattalamban kellene, hogy legyen, és ott jó, ahol van. Az pont az ellenkezőjét csinálja, a mantrát, a meditációt küldi le a tudatküszöb alá, az ott takarít, és úgy csinál rendet, hogy neked arról nem kell tudnod. Csak az, hogy a tudatos személyiséged rendben van, az elég. Az bőven elég. Hogy a tudattalanod hogy tisztult ki, milyen áron, hány leborulás, hány mantra, hány óra meditáció, teljesen mindegy. De megtörtént. A tudattalan azért tudattalan, hogy ott legyen. A tudatos azért tudatos, hogy egy integrált, világos, egyszerű személyiséged legyen. Ha túl bonyolítom, ha szétcsattintom múltra, jelenre, jövőre, olyan elképesztő veszélyeknek tudom kitenni magamat, hogy nagyobb munka ettől megszabadulni, mint elérni a felébredést. Jó? Egyéb kérdés? A mostani gondolatmenet kapcsán az eszembe, hogy vannak emberek, akik a tudatos énjük nagyobb százalékát használják, mint az átlag ember, tehát nem 5-től 10 hanem vagy a 10 közelében, mondjuk, mint Einstein. Lehet ezt meditációval fejleszteni, ezt a... Muszáj. Mert muszáj, de akkor változik az aránya a tudatos énünk és, az, és a tudattalan énünknek. Nem, nem különben elképesztő információ uh, torlódás alakulhat ki, mert a tudatos én túl sokat nyert, túl sok teret nyert, és uh, nem tudja menedzselni ezt az elképesztő mennyiségű tartalmat, amely állandóan a tudatos énben van. A zen, ahogy az előbb is mondtam, nem bontja fel ezt a küszöböt, csak átjárhatóvá teszi. Nem tolja el az arányokat, csak teljesen működőképessé teszi a tudatos és a tudattalan közti kölcsönhatást. Tehát, amire emlékezned kell, arra így emlékszel. De amit el kell felejtened, az szépen visszamegy a tudattalamba. Képzeld el, hogyha csak emlékezni tudnál, de nem tudnád törölni az emléket, és az állandóan halmozódna és növelné a tudatos százalékot. Hát megkaptanánk egy idő után rendesen. Az ellenkezője sem jó, üritek, 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 és ki is vagy te. Pedig már vagy 20 éve ismerlek. Tehát akkor már az a probléma. Tehát a tudatos és tudattalan közötti küszöb vagy ajtó az legyen jól átjárhat, hogy aminek le kell menni, az azonnyomban lemegy, aminek föl kell jönni, azonnyomban följön. De a határ ott van. Határok kellenek, de a határát kellő is, szépen gyorsan. Egyéb kérdés? Ezt szeretném kérdezni, hogyha meditációval ezt a hidat erősítjük, a tudat, tudatos, tudatos, nem tudom, tudat és tudattalan, mert erről volt szó. Nevezheted tudatosnak és tudattalannak? Igen, és akkor, akkor, akkor azt szeretném kérdezni, hogy az intuíció, Ezáltal erősödik. És az akkor valójában mégiscsak a mély. Gyönyörű rányan. a kérdés. Ha az intuíció tiszta, akkor helyes forgalom zajlik a határon a tudatos és tudatalan között. Pontosan az történik, amelyek történnie kell. Ez az intuitív tudatműködés. De az, hogy lebontottam a falat a tudatos és a tudatalan között, az nem egyenlő az intuíció szárba szökkenésével. Csak a forgalommal. Tehát nagyon sokféle forgalom történhet tudatos és tudattalan között, hogy ezt látjuk a világon. Van, akinek nagyon szélesre van tárva a kapu, van, akinek alig megy át, vagy elfolytó, vagy pedig kicsit mániákus személyiség. De hogy ez a forgalom helyes legyen, hogy pont azok a szavak, azok a gondolatok, azok az érzelmek, cselekedetek jelenjenek meg, amelyek ott és akkor helyesek az összes jelenlévő számára, amelyek előre visznek és nem hátra, amelyek egybe tartanak és nem zilálnak szét, ahhoz az intuíciónak, a nem kettősségre alapuló, egyévált, tiszta, tükörszerű tudatnak kell vezérelni ezt a forgalmat. És talán szükségtelen mondanom, hogy ez nem egy gondolat vagy érzelem alapú vezérlés, és túl lassú lenne, és túlságosan sok lenne a hiba. Köszönöm a kérdést. Még, még lenne. Úgy drágább, <laughs> Szintén ehhez kapcsolódik, hogy azt szeretném kérdezni, hogy jól értelmezem-e, hogy a tudatosság az, amikor egy, egy tágabb, komplexebb képen van a világról. Tágabb, de jól... nem szükségszerűen komplexebb. egyébként jó az értelmezés. Tehát, hogyha tisztább a tükör, tágul a tudattere, több mindent be tud fogadni, de ez nem lesz szükségszerűen komplexitás. Ha komplexebb az, amit lát, akkor a kép is az lesz, ha egyszerűbb a kép, akkor az lesz. Szabad még egy utolsót? Na, na, megrettentél? Vajon mitől? Amikor szó volt a félelemről, elhangzott az, hogy lásd, csak pusztán lásd. Uh -huh. Ezt érthetem úgy, hogy elég, ha csak észreveszed igazából, hogy ne akarj feltétlenül valamit csinálni vele. Csak pusztán vedd észre, tudatosítsd magadba, hogy most ott van, és euh, fogadd el, hogy ez is rendben van. Ha, hogy... ha azt mondod, hogy elfogadom, akkor már gondolkodtál róla. Azért tartottam meg ott, hogy lásd úgy, ahogy van. És akkor a félelem kezd el változni, és nem te. Ha elfogadod, az a baj, ha elutasítod, az a baj. Ha harcolsz vele, az a baj, ha menekülsz előle, az a baj. Csak lásd, és ne gondol tovább. Ezért, ha észreveszed, akkor lehet, hogy észre nyúlsz hozzá. Ezért mondom, hogy tegyük félre az észrevételt, és lássunk tisztán. Az észre semmi baj, csak ugyanúgy tud odafelé működni, meg visszafelé is. Az ész, az elme az mozog. A látás az nem. Jó? Szívesen. Egyéb kérdés? Meg szeretném kérdezni, hogy önismeret terén, amikor az ember boncolgatja magát, mint a hagyma héja, lebont egyrészt, ugye, amit a környezete, vagy az addigi élete rápakolt, akkor miért van az, hogy például egy szeret hagymahénál egy bizonyos idő után megáll minden, mintha függőny ment volna elé, és egyszerűen nem halad. Most azt nem, nem kell, hogy lássa, vagy, vagy vagy belülről valami tiltakozik neki, hogy ezt meglássa? Most ezt rosszul fogalmaztam meg, de remélem érthető, amit akartam kérdezni. Persze, egyszerű dolog történik ilyenkor, könnyes a szemed. Ez van a hagymaszakban. Hát de... Tehát, amikor a hagyma... de én nem az igazi hagymát értem, tehát itt az önismeret szerint. Nem az igazi hagyma? De miért nem? Mert én az igazi trebics vagyok, hát miért nem az igazi hagymáról beszélsz? Uh -huh. Uh -huh. Szóval, amikor az ember szépen hántja le magáról ezeket az identitás rétegeket, vagy illúzió rétegeket, akkor a belevág az egyikbe, mert még elemzi, még többet akar róla tudni és ezáltal szakad. Tehát nem boncoljuk, elengedjük. Óriási a különbség. Amíg boncolod, addig nem engeded el. Tehát nem csak azt tesszük, hogy szépen lehántjuk a hagymarétegeket magunkról egész addig, amíg a gyökeréig el nem érkezel, ami már nem hagymaréteg, hanem felszeleteljük a héjakat, megdinszteljük, lecsót főzünk belőle és megesszük. Tehát visszaforgatjuk az identitásunk elemeit, és újakat gyártunk belőle. Ami egyébként nem lenne rossz, csak közben könnyezik a szemünk, és megáll a kés a kezedben. Elkezdtem ragaszkodni valamihez, ami már levált rólam. De annyira kedves, jaj, maradj még pillanat, stb. És ez nem csak a veronai hajnalban lehetetlen. Jó? Engedjük el a hagyma helyet. A gyökeréből új hagyma lesz. Az újhanyma erősebb, finomabb. Egyéb kérdés? Ha már nálam van a megbocsájtásról egy pár szót, mikor történik meg igazán a megbocsájtás? A megbánó ceremóniában van egy olyan mondat, amely nálam, amikor először olvastam, az összes biztosítékot kiverte. És ez így szól. A karmánkat és tudatunkat egyaránt üresnek látjuk, ez olyan, mint a tűz, amely felégeti a száraz avart, amíg semmi sem marad. Amikor tudatunkat és karmánkat egyaránt üresnek látjuk, ezt nevezzük igazi megbánásnak. Miért mondom ezt? Mert megbánás nélkül nincs megbocsátás. A saját személyiséged, mint én, a tudatod, és a karmád, amit ezzel tettél, az mind önmagában üres. Tehát teremtett dolog, létrehozott dolog, önmagában nem létező dolog. És így csak az illúzióink, a téves nézeteink, a kapzsiságunk, a haragunk által követünk el hibákat. Ha ezt látod magadban, akkor megláthatod a másikban is, és akkor meg tudsz neki bocsátani. De ha azonosítod az illetőt a hibájával, akkor mondod azt, hogy megbocsátok, de nem felejtek, akkor nem bocsátottál meg. Amíg azonosulsz a hibáddal, addig azonosítod a másikat is a hibáddal. Ha megbántad a sajátodat, akkor leszel egy nemesebb ember lelkileg, és meg tudsz a másiknak is bocsátani. Oké? Okay? Köszönöm sok szó esett már a karmáról. Én arra lennék kíváncsi, hogy attól a karmától például, hogy tud megszabadulni az ember, vagy hogy tudja magáról lehántani, mint a hagyma éjat vagy elfelejteni, amit mondjuk másra rá. Tehát mondjuk értem így, hogy szülő, nagyszülő, felmenő, egyebek, mert ugye ilyenek is vannak. Ugyanezzel a kérdéssel a mi ez, az megteremti a távolságot a festő és a vászon között. A honnan jön, az láthatja az okozatiság láncolatát, hogy valójában hogyan keletkezett és belül, amikor látod azt, hogy a szüleittől mit kaptál, amit nem akartál, akkor ezt megköszönöd és visszaküldöd. Nem ők fogják megkapni, csak te el tudtad engedni. Úgyhogy az eredet nagyon fontos. Mi az, amit te hozol létre, és mi az, amit mások hoznak létre, de neked küldenek, és azt akarják, hogy azonosulj vele. Ha erre jóval vagy rosszal reagálsz, meg is történik az, amit akarnak de ha nem nevezed el jónak vagy rossznak, csak egyszerűen nem azonosulsz vele, és elengeded, a szépen körpályán visszamegy oda, ahhoz, aki küldte. Ezért nem foglalkozunk mások karmájával. Ezért nem minősítünk más embereket. Ezért látjuk azt, hogy mi a dolgunk, követjük, csináljuk. És kész. Körültekintően, széles látok körülön, de nagyon óvatosan, és nem azonosulván azzal, mivel mások szeretnék, hogy azonosuljunk. Erre vigyázzunk, jó? Egy gyermekes családapa, 8 5 -ig dolgozó lettem, és egyre több a feladat, egyre kevesebb az idő, ahogy oldom meg a feladatokat, kötelességeket otthon, munkahelyen, ö, stb. Azt érzem, hogy nem fogynak el, egyre több lesz az idő, mintha kevesebb lenne. Ö, Fogadjam el, hogy most, most ez a dolgom, ebben az életszakaszban ez a feladatom, és majd lesz olyan életszakasz, amikor időmilliómos leszek, és csak a belső úton és a, a, a spirituális úton járva élvezhetem a szabadságot, vagy... Ezt azért kell megállítanom, mert már most az ideálképek csalóka a birodalmába hajszolod magad a kérdéssel, tudván, hogy ezt nem akarod ugye lefixálni. Nem lesz több idő. Amikor a gyerekek kirepülnek, majd valamikor, mert úgy tűnik, hogy azért még a műszak elején vagy, tehát akkor sem lesz több időd, tehát a tudat minőségét kell emelni a feladatok közepette. A kezdet kezdetén nagyon sokan kezdtük úgy a 90-es évek elején a szellemi gyakorlatot többféle felrakásban. Volt, aki három gyerekes családapaként, úgy, hogy a gyerekei előtt kelt föl, mindig 40 perccel, megcsinálta a meditációját, és utána indult a nap, és mit vett észre, nagyon komolyan befolyásolta a meditáció jelenléte a nap minőségét. Ha megcsinálta a meditációt, jobban jelen volt, kevesebb hibát vétett. Tehát az igazi kérdés nem az, hogy a mennyiség az, hogy alakul, mert mindig 24 óra lesz, és egyre több feladatod lesz mennyiségileg. De a tudat minősége fogja meghatározni, hogy ezeket hogy oldod meg. Ha úgy oldod meg őket, hogy azok nem térnek vissza újabb feladatként, akkor helyes volt a megoldás. Ha pedig állandóan újra felmerülnek, akkor úgy tűnik, hogy a megoldás nem volt végleges vagy helyes. És ez nem vonatkozik a természetesen újra termelődő feladatokra, mint például pelenkacsere, etetés, altatás fürdetés, ezek természetesen újra a dolgok, de ez nem probléma. Ezt elvállaltad és örömmel teszed egy idő után, miután sikerült kialudnod magad. De a helyzet az, hogyha a tudat minősége nem emelkedik, akkor a mennyiség az el tudja borítani. ezért a tiszta tudat hatékonyabban, együttérzőbben jobban tud működni, mert az előbb említett intuitív réteg, intuitív felület világossá válik, és ez szilárd, ez nem mozdul. Ha eleget gyakorolsz, akkor törhetetlen. Tehát a személyiségedet azt meg lehet törni, de ezt az eredeti önvalót ezt nem. Hogyha az önképed és az önvalód átfedésben van, akkor nagyon-nagyon sokat tudsz javítani a saját életműködéseden is, és másokén is és ekkor úgy, hogy látszólag keveset cselekszel, minden a helyére kerül. És van, amikor mérgezett egérként rohangálunk jobbra-balra, és sosincs vége, és minden szétcsúszni látszik, mihelyt elengedem. Úgyhogy a tudat minőségén fog ez múlni, nem máson. És nem csak a te esetedben, mindegyikünk esetében. A mi ez és honnan jön kérdések, amit az előbb is javasoltál nekem, az már nagyon sokszor elhangzott itt. Ezen gondolom gondolom ez most furán hangzik, de gondolom ezen nem gondolkodni kell, hanem csak feltenni a kérdést, és várok, hogy lássak a valamit. A kérdést, és utána visszatérsz a kérdéshez, mert meglátod, hogy a válasz tömkelege az ugye el fogja söpörni a kérdést magát. Tehát annyit a felszíne fog dobni az elméd, hogy majd győz visszatalálni a kérdéshez, és elengedni azt a sok mindent, amit a tudat folyója a felszíne dob. Úgyhogy mindig visszatérsz a kérdéshez, és addig folytatod, amíg spontán, mindenféle akarat nélkül egy olyan válasz szegődik a kérdés mellé, amely nem mozdul el, akármit csinálsz. Ha holnap teszed fel a kérdést, ha jövő héten, ha jövő hónapban, akkor is az marad, és úgy nem vonzod, nem taszít. Az álmok azok a kérdések, amik a, a tudatalatti folyója feldob? Nem, az álmok azok álmok a meditatív állapotban feljövő azok éber tapasztalatok. Ettől függetlenül az álomban is történhet valamilyen zen gyakorlat, csak az nem rögtön, az két-három év legalább. A zen külön álomjogát nem tanít, azt a tibeti buddhizmus tanítja, csak az előbb, hogyha megfigyelted a kérdés attribútumát, ott benne volt az, hogy ébren és álomban folyamatosan mi ez és akkor éberálmok is vannak, de akkor, és csak is akkor, ha azoknak ébereknek kell lenniük. Ha nem, akkor töltött káposztát ettél, megkergettek a bikák, kicsit hátrafordultál, előrefordultál, legurultál az ágyról, horkoltál, de nem emlékszel az álomra, mert nem kell. Az olyan álmok, amik tényleg a tudatnak a gyarapodását, az életutad komoly döntéseit szolgálják, azok megvannak reggel úgy, mint hogyha kaptál volna egy videó üzenetet, és Szépen klipbe sűrítve ott van, és akárhányszor nézed, az ott van, és úgy van. Na azt kell látni, nagyon jó. Nekinek elképesztő mély rétegei vannak. Ezek a sorsfordító álmok. Mert ha megérted, akkor a sorsodat meg tudod változtatni. Ha nem érted, akkor a sorsod változtat meg téged. Megköszönöm mindenkinek a kitüntető figyelmet. Elviszem magammal mindazt, amit Miskolc adhatott és ezért megköszönöm azokat az adományokat, amelyeket templomunk fenntartására elhelyeztek az adományos ládában, és nagyon nagy örömmel láttam ma este mindenkit, remélem, hogy minél többen tudunk együtt gyakorolni, elérjük a tiszta tudatot, és megszabadítunk minden lényt a szenvedéstől. Köszönöm a figyelmet.